Köszöntöm nézőinket, Önök a Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. Egymás után fejezik be a közútfejlesztéseket a szakemberek. Egyre többen rendelnek az internetről karácsonyi ajándékot. Elmaradott vidékre viszik a szupergyors internetet. Kiváló szakembereket képeznek Dombóváron. Több 10 milliárd forint értékben valósulnak meg, vagy már fejeződtek is be útfelújítások Tolna megye szerte. Legutóbb egy csaknem 9 kilométeres szakasz fejlesztését fejezték be a szakemberek Bonyhád és Murga között. Közel 9 kilométer hosszan újították fel a Bonyhádot Tevellel és Murgával összekötő 65-35-ös számú utat. A beruházást az állami közútkezelő végezte 100%-ban hazai forrásból a Magyar Falu programnak köszönhetően. 886 millió forint értékben készült el. Jövő évben visszük tovább, tehát most ugye a Kisdorog Tevel csomópontig ért el az útfelújítás, innen visszük tovább a 65-ös útig, és hogyha minden jól megy, akkor jövőre fel tudjuk újítani a Zomba-Bonyhád közötti utat is. Az útszakasz felújítása különösen fontos volt, mivel a beruházás összesen 4 települést érintett, így a fejlesztésnek köszönhetően az ott lakók élete is egyszerűbbé és kényelmesebbé vált. Örülök annak, hogy egy olyan forgalmas útnak az elkészültét tudjuk most bejelenteni, ahol naponta több ezer ember közlekedik, óvodások, iskolások, buszokkal, idősebbek, illetve olyan emberek, akik itt élnek, Závodon, Tevelen, Varasdon, Kisdorogon, és naponta ingáznak a város és a kistérség települései között. A most átadott útszakaszon a közút munkatársai az egész kopor réteget újra cserélték, de emellett még egyéb feladatokat is el kellett végezniük. 3 darab ilyen kis hídnál volt még beavatkozás, ott gyakorlatilag a szegélyek lettek cserélve, szalagkorlátok épültek. Bonyhád-Varasd és Bonyhád között ismerjük az útszakasznak a magassági vonalvezetését, eléggé kanyargós, lejtős, a vízvezetés nem volt megoldva. Most burkolt árkok, burkolt patkák készültek, amik biztonságos vízvezetést megoldják, és gyakorlatilag ez a nagy öröm számunkra is, mint közút üzemeltetőnek és fejlesztőnek, hogy jövőre tovább fog folytatódni ez az útfelújítás. Tolna megye 2. számú választókerületében az elmúlt időszakban szó szerint egymást érték az útfejlesztések, így mostanra elmondható, hogy Bonyhád és Dombóvár térségében szinte teljesen helyreállították a szakaszok legtöbbjét. Itt az én körzetemben közel 38 kilométer út újult meg az elmúlt időszakban. Hogy néhányat említsek ezek közül, ilyen a Bátaszék-Bonyhád összekötő út, aztán a Szálka-Mőcsény. Most átadtuk a Bonyhád-Varasd-Tevel utat. Ezek mellett elkészült a Hőgyészt-Dombovárral összekötő út egy jelentős része, a munkálatok pedig ott jövőre is folytatódnak, és szintén kész a Majos-Lengyel-Kurt közötti szakasz is. A választókerület 2 nagy települése városa között az úthálózat javarészét összekötő utakat meg tudtuk újítani. De nem csak ezen a vidéken, Paks és Tamási környékén is folyamatosak az útfelújítások. Az atomerőmű bővítése miatt ez kiemelt feladat is, hiszen a több ezer munkavállaló közlekedéséhez és az építéshez, majd az üzemeltetéshez szükséges eszközök szállításához kiváló minőségi szakaszokra van szükség. Megvalósult tulajdonképpen Paksról az összes kiinduló út, ami nem biztos, hogy teljesen Pakshoz rendelhető, Kömlőttől ugye akkor Madocsa, Bölcske, egész Dunaföldvárig, ugyanúgy Dunaszentgyörgy, Fad, Tolna, Szekszárd, akkor Paks, Németkér, Cece.
és ezek csak a legfontosabb beruházások, amik az elmúlt időszakban a Paks környéki közúthálózatot érintették, de említhetnénk a Györkönny, Sárszentlőrinc, Simontornya, Nagyszokoly, Gerjen, Kajdacs, Dunakömlőd, vagy éppen Miszla térségében zajló, vagy már lezajlott munkákat. A szakemberek pedig ezek mellett olyan kihívásnak számító feladatokat is megoldottak, mint a hatos úton Dunaföldvár felé haladva megdőlt partfal, vagy a pincehelyi híd helyreállítása. Tamási környékén még marad utunk, ami nem lesz megújítva, de 90%-a ugye meg lesz. Paks és Tamási környékén tehát jelenleg egy 22 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztési program zajlik, az útfelújítások pedig a tervek szerint 2022-ben is folytatódnak Tolna megyében. Karácsony közelettével még inkább megemelkedett a vásárlások és rendelések száma országszerte. Fisár Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy nyilatkozott, ebben a két hónapban tudnak profitot termelni az árusok. Magyarország lakosságának közel 70%-a él az online vásárlás lehetőségével, és jó részük külföldről is rendel csomagokat. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról a NAV Tolna megyei sajtóreferensét kérdeztük. A karácsony közelettével vásárlási láz lesz úrrá az embereken. A boltok polcain megsokasodnak az áruk, és az online térben is sok akciós ajánlat várja a vevőket az ünnepek előtt. Ez a férfi úgy nyilatkozott, már rég elkezdték az ajándékok beszerzését. Mindenkinek más a szíve vágya, kinek mi a kis állattól a hoverboardig, és mivel hogy ilyen összetettek a kívánságok, ezért mi elkezdtük fokozatosan ezeket a dolgokat megvalósítani, elsősorban internetről, ugye ott az olcsóbb, ott van több olcsóbb lehetőség, és vannak még dolgok, amik még függőben vannak, de összességében nem állunk rosszul a karácsonnyal kapcsolatban. Egy nagymama azt mondta, ő inkább már pénzt ad az unokáinak. Az igazság az, hogy én már a nagy unokák vannak, uradom pénzt, hogy is ők vásároljanak, esetleg csak ilyen Mikulás vagy ilyet veszek, már én nem vásárolok, mert nem, ízlésük már nem az, ami az enyém. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy véli, jó évet zárnak a kereskedők idén. A kereskedelemben az év vége, november-december az a hónapok, amikor a vállalkozók a évközben megtermelt jövedelmüknek egy jelentős részét megtermelik, hiszen az évközi eladások, az a fenntartás, az egyéb tevékenységekre elegendők, a jövedelmet az utolsó két hónap biztosítja számukra. Őt az utolsó időszakban utolértük azt a jövedelmi szintet, ami volt a válság előtt, és láthatóan növekszik is. Ennek több oka is van. Elsősorban a lakosság jövedelme növekedett, ugye a munkanélküliség a vártakkal szembe nem nőtt, sőt, most már munkaerő hiány van, és ezek a tényezők odahatottak, hogy nőtt a lakosság vásárló kedve, és még az elmaradt vásárlásokat is most pótolják. Tehát azt mondhatnám, hogy ez a következő két hónap az jelentős kereskedelmi forgalom növekedéshez fog vezetni. Az iparkamara elnöke azt is hozzátette, hogy ezzel nem csak a boltok járnak jól. Mi is, mert vásárolni akarunk. Akarunk is, meg vásárolunk is. És benne van a lakosságban az, hogy ami eddig elmaradt, vagy amitől féltek, hogy esetleg lesz munkanélküliség, esetleg visszaesnek a jövedelmek, a bérek, az elmaradt, mert a bérek is növekedtek, munkanélküliség sincs, tehát a vásárlási kedv megnőtt a lakosságnak. A mai világban azonban legtöbben már az internetről szerzik be az ajándékokat. Az elmúlt években nagyon fellendült Magyarországon az elkereskedelem. Szinte már nincs is olyan ember, aki még soha ne rendelt volna az internetről. Rendeltem már külföldről amúgy, és csak jó tapasztalataim voltak. Egy másik járókelő úgy nyilatkozott, több mindent megtapasztalt már az online vásárlás terén. Van, amikor teljesen zökkenőmentesen megy minden, de van, amikor nem érkezik meg, elmarad a rendelés, tehát attól függ, honnan rendelünk. Ez a nő azt mondja, ő is rendelt már az internetről, de csalódott a kapott áruban.
Látva. Nem ugyanolyan szép az anyag, mint aminek látszik a képen. Nem a méret, nem jó, akkor vissza kéne küldeni, és én nekem ez fárasztó. A magyarországi online vevők már csaknem kétharmada belföldről és külföldről is egyaránt vásárol. Az ünnepek előtt sokkal többen rendelnek, ezért érdemes már most az ajándékok után nézni, hogy mindegyik a fa alatt lehessen. A külföldről vásárolt csomagok terén azonban több minden van, amiről nem szabad megfeledkezni. Nem mindegy azonban az, hogy Európai Unión belülről vagy Európai Unión kívüli országból rendelünk. Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruknak a szabad mozgását, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha egy másik tagállamból rendelünk Magyarországra, akkor nincs vámeljárás, tehát nem kell vámot fizetnünk, tulajdonképpen az áru behozata nincs korlátozva. Persze itt is vannak kivételek, ilyenek például az alkohol és dohánytermékek, vagy egyes gyógyszerek, vagy például vadászfegyverek, amiknek a szabad mozgása az Európai Unión belül korlátozott, vagy például engedélyhez, vagy igazolásokhoz kötött. Viszont, hogyha az Európai Unión kívülről rendelünk, onnan érkezik az áru, akkor minden esetben történik vámeljárás. A postai forgalomban érkező áruknak a vámkezelését a Magyar Posta látja el. A postai vámkezelés az tulajdonképpen automatikusan történik. Július 1-től az Európai Unión kívülről történő vásárlások, rendelések esetében mindig be kell nyújtani a vámáru nyilatkozatot, és megszűnt már a 22 eurós áfamentes értékhatár, tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes Európai Unión kívülről érkező vásárlás áru esetében áfát kell fizetni, ennek a mértéke 27%, illetve 150 euró értékhatár felett pedig vámot is kell fizetnünk. A 150 eurós Európai Unión kívülről történő árubehozatal esetében, ugye, mint mondtam, 150 euróig mentesség van, viszont itt is vannak kivételek, dohány-dohány termékek, alkoholtartalmú termékek és a parfümök. Ezekre 150 euró alatt is kell vámot fizetni. Mózsik Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Tolna megyei sajtóreferense hozzátette, kétféle módon lehet megfizetni a rendelt áru áfáját. Egyszer ugye úgy, hogyha mondjuk előre kifizetjük az árunak az ellenértékét, azzal együtt kifizetjük az áfát is, vagy pedig úgy, hogy amikor megkapjuk az árut, akkor fizetjük ki az ellenértéket, és akkor fizetjük meg az áfát is. És a vámtétel is úgy kerül meghatározásra, hogy, mint említettem, vámáru nyilatkozatot kell benyújtani. Amikor rendelünk, akkor megadhatunk a postának egy, hogyha ugye postai úton történik az árunak a rendelése, postai úton fog érkezni, akkor megadhatjuk a postának a meghatalmazást arra, hogy a vámkezelést elvégezze, és ez azt jelenti, hogy ők fogják kitölteni helyettünk bizonyos szolgáltatási díjért fejében a vámáru nyilatkozatot, és elvégzik az egész vámkezelést, tehát nem kell tennünk semmit. Amikor a postán átvesszük majd a terméket, akkor kifizetjük az ellenértéket, a postai szolgáltatási díjat is, és a vámot, illetve hogyha az áfát, illetve hogyha kell, akkor a vámot is. A statisztikai adatok szerint Magyarország lakosságának közel 70%-a használja az ajándékok beszerzéséhez az online felületeket, és a felmérések szerint a legtöbben 35 és 75 ezer forint közötti összeget szánnak a karácsonyi meglepetésekre. Már a kiskörösi járásban is elérhető a TAR Kft. Szolgáltatása. A Széchenyi 2020 szupergyors internet program keretében a 100%-ban magyar tulajdonú cég több mint 526 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást kapott arra, hogy ebben a térségben kiépítse optikai kábeles távközlési hálózatát. A projekt összköltsége 752 millió forint volt. Tar János, a cég tulajdonosa úgy nyilatkozott, nehéz életben maradni a hasonló tevékenységet végző multicégek mellett, de nem lehetetlen. 4700 darab végpontot vettünk le most ezzel a kiskörösi járásba, 8 településen. Ezek a települések, azért felsorolom, hogy meglegyen ez Császártörtés, Csengőt, Imrehegy, Kecel, Páhi, Sószent Imre, Tabdi és Táznár, illetve még olyan kis olyan településekre is megvalósult a hálózat, mint Császártörtés, Kiscsala, vagy éppen Csengőt-Kullér település részen is megvalósult, ugyanis a szélessávú internet projektnek pont ez a célja, hogy az eddig el nem ért, szélessávú internettel el nem ért településeken is normális internetezésre legyen lehetőség. Befejeződött az új generációs távközlési hálózat kiépítése a kiskörösi járásban. A Széchenyi 2020 program keretében 526,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás felhasználásával összesen 752 millió forint értékben zajlott beruházás a térségben. A projekt fő célja, hogy olyan helyekre is eljusson az internetezés lehetősége, ahol eddig nem, vagy csak korlátozott mértékben volt elérhető.
tulajdonképpen a szélessávú programnak az volt a lényeg, hogy 2015-ben egy országos fölmérés készült helyrajzi szám szinten, és minden egyes helyrajzi számon megnézték, hogy az adott helyrajzi számon milyen szolgáltatás érhető el, milyen internet szolgáltatás érhető el, és ahol ez nem haladta meg a 30 megabitet, nem volt olyan szolgáltató, aki 30 megabites szolgáltatást tudta biztosítani, oda kiírták ezeket a pályázatokat. Az új beruházások már csak ezzel a technológiával készülnek, és a régi hálózatok fejlesztését is csak így végzik. Azért ezzel jóval nagyobb sávszélességet, az optikai szálkapacitás az gyakorlatilag egy szálon 296 gigabitet is el lehet vinni, most ilyen 1 gigás csomagokat tudunk biztosítani az ügyfelek számára. Az 1990-ben Tolna megyében indult családi vállalkozás által nyújtott szolgáltatások mára már 8 megyében, 340 településen érhetők el. Az ügyvezető elmondta, hogy bár igyekeznek terjeszkedni, nehéz felvenni a versenyt a hasonló szolgáltatást végző multicégekkel. Én azt gondolom, hogy a nagy cégek mellett a jobb ügyfélkiszolgálással próbálunk, és egy nagyobb létszámú dolgozói létszámmal próbáljuk kiszolgálni, tehát azt gondolom, nálam a belső elvárás például az, hogy 24 órán belül mindenféle hibaállítás megtörténjen. Tehát ez egy olyan elvárás, amikor a törvény nekünk 72 órát hagy erre, ami egy olyan belső elvárás, amivel talán tudjuk az ügyfeleinket megtartani. Nyilván hatalmas konkurencia harcban vagyunk folyamatosan, és hát próbáljuk tartani magunkat. Kele András, a Szupergyors Internet Program projektvezetője elmondta, nem csak keleti irányba terjeszkedik a cég. 2016-os körben volt 9 darab elnyert projektje a Tarkerténnek, aztán 2018-ban további 7, és gyakorlatilag a Szupergyors Internet Program zárásaként további 4 darab projektre sikerült támogatási szerződést aláírni. Ezek annyira frissek, hogy gyakorlatilag az utolsó 4 projektre az idén tavaszán írta alá Tarkerté a támogatási szerződéseket. Ezekről annyit kell tudni, hogy ezek a típusú beruházások még nagyon a kezdeti fázisban vannak, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban ezeknél az új típusú beruházásoknál még csak a tervezési fázis az, ami zajlik, de gyakorlatilag ezeknek a projekteknek a befejezési határideje az majd 2022 év harmadik negyedévének vége lesz. Ez gyakorlatilag majdnem, hogy összefogja a két nagy taros körzetet fogni, mert ugye gyakorlatilag a TAR Kft. Ugye Tolna-Baranyai régióban jelent meg először ugye a 90-es években, mint távközlési szolgáltató, majd a 2000-es években történt ugye az első nagyobb akvirálás, és így került ugye a TAR Kft. Neve a zalaegerszegi régióba, és ezek az új típusú beruházások, illetve új projektek, ezek gyakorlatilag beékelődnek földrajzilag itt a két nagy taros régió közé, ami konkrétan annyit jelent, hogy a Szigetvár és a Marcali járásban fognak ezek a projektberuházások megtörténni. Ez, hogy néhány számot is mondjak, csak hogy érzékeltessük, hogy mekkora ezeknek a projekteknek a volumene. Ez költségvetés szempontjából, illetve már pályázati költségvetés szempontjából nagyságrendileg 1,7 milliárd forintos beruházások lesznek, és nagyságrendileg 450 kilométernyi nyomvonal fog megépülni ebben a kettő járásban. Ez gyakorlatilag, ha jól tudom, közel 70 vagy több mint 70 települést fog érinteni. A településeket összekötő hálózatokat a földfelszín alatt építették ki. Ez a technológia biztosítja a további bővítés lehetőségét, és a településképet sem zavarja és befolyásolja. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégiumban mindenkori cél, hogy magasan képzett, a tudásukat jól kamatoztatni tudó szakemberek kerüljenek ki az iskola falai közül. Főként technikumi osztályokat indítanak, így a diákok nem csak a szakmára tesznek szert, hanem érettségit is szereznek az oktatás 5 éve alatt. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium egy több mint 100 éves múltra visszatekintő oktatási intézmény. A hagyományok ápolása mellett a folyamatos megújulás is jellemzi az iskolát. A szakképzésben rejlő új lehetőségek bővülésének köszönhetően az utóbbi években, az utóbbi 2 évben létszámgyarapodást tapasztaltunk az iskolában, és ez azt jelenti, hogy nem csak a 9. évfolyamosok jelentkezésen látszik meg ez a létszámgyarapodás, hanem a felnőttek is megjelentek az iskola falain belül. A magyar nagyvállalatok támogatásával képzünk munkaerőt, és az mellett, hogy ezek a képzések azért nem a legkönnyebbek, de a munkaerőpiacon nagyon jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak.
az új szakképzésnek köszönhetően ösztöndíjat tudunk fizetni a diákjainknak, illetve hogyha duális képzésben vállalatoknál tanulnak, akkor munkaszerződéssel munkabért is kaphatnak. Az iskola nagyon jól felszerelt szaktantermekkel, a legújabb, legkorszerűbb technikai eszközökkel van ellátva, úgyhogy a képzéseinkben ezek nagy segítségünkre vannak, és folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük az eszköztárunkat, hogy a legújabb és korszerűbb tudást tudjuk a diákoknak átadni. Az intézménybe az általános iskolából hozott pontok alapján külön felvételi vizsga nélkül kerülhetnek be a tanulók, és számos szak közül választhatnak. A 9-es diákokat főként technikusi képzésekkel várjuk. Ezekre a képzésekre az jellemző, hogy 5 évesek, és a technikumi végzettség mellé érettségi vizsgát is adnak, ami a felsőoktatásban, a továbbtanulásban is megnyitja a lehetőséget számukra, pláne, hogyha szakirányban tanulnak tovább. Közlekedés és szállítmányozás ágazaton belül a vasútforgalmi szolgálattevő technikus képzést indítjuk. Ez elsősorban azoknak szól, akik a vasúti közlekedés, illetve a légi, illetve a közúti közlekedés iránt érdeklődnek, és ennek az irányításában szeretnének a továbbiakban gondolkodni. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül a pénzügyi számviteli ügyintéző képzéssel várjuk az érdeklődőket. Informatika és távközlés ágazaton belül a szoftverfejlesztő és technikus képzéssel várjuk a hozzánk jelentkezőket. Ennek a képzésnek a specialitása az, hogy a Budapest School-lal közösen jött létre ilyen pilot jelleggel ez a dolog, és az ő módszertanukkal képezzük a diákokat a legmodernebb technikai eszközök segítségével, és nagyon fontos az egyéni támogatás, tehát minden diáknak külön mentora van, és egyénileg támogatjuk őket a tanulásban. Rendészet és közszolgálat ágazaton belül a közszolgálati technikus képzésünk, ami jelen pillanatban a 9-esek számára egy nyitott dolog. A rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság irányába, aki szeretne esetleg mozdulni, nekik ajánlott ez a szak. Nagyon jó fizikai erőlét kell, és hát nyilván egy példás magaviselet erre a szakra. A gépészet ágazatban a vasúti járműszerelő technikus képzéssel várjuk az érdeklődőket. Elsősorban a fiúknak ajánlanám ezt a szakmát, aki esetleg nem sajnálja beolajozni a kezét, és a gépészet iránt a különböző ilyen fémes eszközök iránt érdeklődik. Nagy örömünkre az oktatás ágazaton belül jövőre tudjuk indítani az oktatási szakasszisztens képzésünket, ami most már technikumi képzésként annak minden előnyével tud indulni. Ide elsősorban azokat várjuk, akik az oktatásban, óvodákban, esetleg pedagógiában szeretnének továbbiakban gondolkodni, és iskolákban, óvodákban, bölcsödékben, esetleg szociális otthonokban dolgoznának. A vasút megkeresésére indítjuk el az elektronika és elektrotechnika ágazaton belül a közlekedés automatikai technikus képzésünket. Ez egy új képzésként fog a következő évtől indulni. Elsősorban azokat várjuk ide, akiket az elektronika, elektromos áramkörök, illetve jelzőberendezések és a közlekedés biztonság technikája érdekel. Az iskola rendelkezik egy okos tanteremmel, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve, emellett pedig egy a környéken egyedülálló természettudományi labor is megtalálható az intézményben. Nem csak a saját diákjaink, hanem a külsős partner intézményeinknek a diákja is ellátogathatnak, és használhatják az eszközöket, és nagyon, nagyon érdekes kísérleteket végezhetnek a természettudományos tárgyak tekintetében. A vidékről érkező diákokat egy jól felszerelt kollégium várja. Nyilván a diákok elsősorban tanulni jönnek hozzánk, de a tanulás mellett azért időt kell szakítaniuk sokszor a szabadidő eltöltésére is, és az iskola ebben is bőven segítségükre van. Nagyon sok hagyományos rendezvényünk van, ballagás, szalagtűző, amiket minden évben megtartunk, illetve szoktunk tavasszal rendezni kifejezetten apácai napokat, ilyen diáknap jelleggel, ahol a diákoknak különböző érdekes sportrendezvények, vetélkedők és olyan dolgok vannak, amik ezeket a fiatalokat érdekelhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.